Tisztelettel köszöntöm így az év végén Lévai Ferencet, az Aranypont ZRT elnök vezérigazgatóját. Jön az az időszak, amikor mindennél fontosabb nekünk a hal, tehát a karácsonyi időszak, viszont itt az ideje, mint mindig, mindennek rendelt ideje van, tudjuk, hogy egy kis mérleget vonjunk az idei esztendőről, hiszen nagyon-nagyon sok minden történt. Az, kezdjük talán a szélsőséges időjárással. Azt gondolom, hogy az egész agrárágazatnak megnehezítette a dolgát, és nem kivételek a halgazdaságok sem. Nem, hogy nem kivételek, hanem a legrosszabb helyzetbe kerültünk, amióta én emlékszem a halászakmába. Talán egy ilyen évünk volt még, hogy ennyire nem volt velünk a Jóisten végtelen kegyelme, mert ami csak elérhetett bennünket a vízhiánytól, a madárkártól, a takarmányárak fölemelkedésétől kezdve, a világon minden elért bennünket. Azt gondolom, nyugodt szívvel mondom, hogy nem a panaszkodós típus vagyok, mert előre kell nézni mindig, és a helyzet most van, azt most kell megoldani, de ez már jövő lesz hamarosan, ha végkeztünk a leharászásokkal. Hát a mérleg nem szép. Ahogy állunk, most kb. 70%-a van a magyar tógazdaságoknak, 24 ezer hektárnak leharászva. A dunántúli mérleg nagyon-nagyon rossz, a baranyai még Tónától lefelé is, de a baranya, Zala, Somogy, apró kis völgyzáró gátas tógazdaságaikat a fájsével zártak. Akinek már a fele mennyiségű hala meglett, az már örült annak. Na most ugye itt az érevető meg sokkal drágább, mint a kukoricánál, és itt az ágat nem tudjuk az égig sófolni. Ezek alapvetően kevés tartaléka rendelkező kis családi gazdaságok, 30 hektár, 50 hektár, 40 hektár, tipikusan az, amit annak idején őseink nagyon nagy észlelést, technikai műszaki érzéket úgy alakítottak ki, hogy ahol nem lehetett állatot tartani, vagy legeltetni, vagy éppen növényt termelni, ott halas tavakat csináltak, mert azt mondták, hogy minden centiméterre fontos annak, hogy értéket termeljen, és használjuk ki a természeti adottságokat. Dunántúl fantasztikusan jó példa erre. Még a kolostorok idejében elkezdtek oda pici kis haltartó piscinákat, kis halas tavakat építeni. Szóval ez egy kis gyöngyszemrendszer, ez most nagyon nagy károkat szenvedett. Egész télen nem volt víz, amikor május elején már megjött, addig a kihelyezett tavakba a jó részét már elhordta a madár, mert ugye a 30-40 centés vizekbe mindenki várta a tavasz esőket, majd amikor a megjött, addigra a vegetáció följött, lefogta az esőt, nem volt megfolyó víz. Akinek volt is kint halas tava, a szerencsétlen Bikadi barátom, majd 90 éves Feri bátyám, hát 400 más halad öglött meg csak azért, mert 50 centis víz nem jó, nincs életfeltétel a halnak. Aztán utána egy óriási nagy hőség jött, azt hiszem az utolsó 50 év legmelegebb nyara volt, legalábbis a rövid periódusát illetően, éjszaka is 26-27 fokos vizekkel, oxigénhiányokkal, hatalmas madárrajokkal, amik ugye a kis vízbe garázdálkodtak, hiszen nem volt, ha meneküljenek a halak. Ennél rosszabbat nem tudunk elképzelni. Sajnos egy rossz tendencia kezdett el elharapózni, már Európában találkozunk vele. Miután nincs terület alapú támogatás a halastavakon, egyes egyedül az egész mezőgazdaságban, csak mi nem kapunk semmit a természeti érték fenntartásáért, azért a fantasztikus ökoszisztémáért, amit egy halastó jelent. Így alakult, nem tehet róla se a magyar kormány, se az Európai Unió. Beleestünk, talán már volt erről szó érintőlegesen, beleestünk abba, hogy a tengerhalászathoz sorolták a belvízi haltermelést, és ebbe épp úgy benne van Lengyelország, Csehország, Magyarország, mint a többiek, ahol jelentősége van a belvízi halászatnak, a nagy tengerre jelentkező országok nyilván ebből semmit se érzékelnek, és ebbe az alapba a mi érdekeinket nem tudjuk artikulálni, nem tudunk hangot kapni. Azt mondták, fejlesztetek, adunk pénzt a fejlesztésekhez, rendben van, de hogy tud az egész mezőgazdaság is működni? Úgyhogy van egy területalapú támogatás, a dióra, szül, mindenre, ami csak fű vagy állat, a halon kívül mindennek van valamilyen támogatása, a legrosszabb esetben nemzetiből, a legjobb általában Európai Uniósból. Ez nálunk nincs meg. Nem tudunk tartalékot képezni, nem tudnak a kollégáink. Én most azt mondom, hogy én még nyugodtabb vagyok, hiszen a mi nagyon sok lábon állásunk ilyenkor segít át minden nehézséget, mert ha nem megy a turizmus, akkor megy a horgászat, ha megy a turizmus is, meg a horgászat is, köszönjük szépen, a hallal nagy baj van, de át tudjuk hidalni, de a legtöbb kis gazdaságnak nincs ilyenje. És én ugye, mint a érdekképviselő szóvivője, meg a legöregebb alelnöke, hát nyilván a legfontosabb dolgom, hogy a közösség érdekeit is képviseljem, nem a sajátomról van szó, mert én köszönöm szépen, el vagyok itt.
Azon küzdünk most, hogy valahogy átidaljuk ezt az állapotot, mert ahogy elkezdtem a mondatot, csak egy kicsit barokkosan, hosszúra sikeredett, Romániában már elkezdték azt a halászok, akik pont ebben a cipőben járnak, mint mi, hogy nemzeti támogatást nem kaptak, az uniós támogatást nem jár a területre. Azt mondták, hogy mi a nyavaját kilódunk mi ezekkel a halakkal, felszántom, bevetem, megvan azonnal a támogatás, amitől a létbiztonságon megvan, hiszen a legkisebb is 80 ezer forint, a legnagyobb két. A rizs, ahol 5 centis vizet használnak, ott 200 ezer forint egy hektár támogatása. Nálunk, ahol az Isten minden madara itt van, a vidrája, nyestje, nyúszja, vízközelbe járója, vízből élője, táplálkozója, vonuló madara, kormoránja, vaddudja, még egy petákot nem kapunk, aztán az összes védelem rajtunk van, mert mi ramsági terület vagyunk, Natura 2000 hálózat vagyunk, Dunai Poly vagyunk, minden nagyon van védve, csak senki egy fillért nem tesz hozzá. Tehát ez az állapot most kristálysodott ki annyira, hogy ha elindul ez a folyamat, és elkezdik ezeket a dunántúli kis tavakat, vagy a nagyobb tavakat is akár átminősíteni szántóvá, és inkább növény termelnek rajta, beleolvassák a számba, hogy Feri, mondd már meg, minek csináljam. Én nem az vagyok, mint te, meg apám, hogy imádjátok, szeretitek. Én 42 éves vagyok, van két gyerekem, én meg akarok élni ebből. Egyik dunántúli kollégám jött el panaszkodni. Szóval figyelj, bevetem kukoricával 70 ezer forint. AKG-t kapok hozzá, még 30 ezer forint. Már van 90. A halastóba két évig hozzá se kell nyúlni a gyomításhoz, mert a víz alatti iszap rétegben nem van, nincsenek elfekvő gyommagok. Tehát még gyomítanom se kell. És nálam nem lesz a száj, mert nálam mindig annyi víz van a lehúzódás miatt, hogy nekem itt tisztón a kukoricám lesz hektáronként. És 6 hónap alatt. Én nekem nincs telem, nincs kormoránom, nincs vidrám, nincs hatóvajom, semmém sincs. A szomszéddal megegyeztem a bérmunkába, 2-szer annyi pénz magad rajta simán, hogy 3-szor, mint a halászaton. Halászaton van 3-4%-nyi haszon. Az infláció elviszi. Rajtatok, ez a generáció kimegy, a miénk, az idősek, az öreg, akiket érzelmi kötődés is van. Nem csak azért, mert nem értünk máshoz, mert ebben ültünk bele. Fiatal generáció számol. Őt nem érdekli a természetvédelem. Azt érdekli, hogy gyerekét iskolába kell küldenie, a gazdaságát fenn kell tartania. Félő, hogy olyanokat veszítünk el, amiket soha többet nem tudunk visszaállítani. Soha többet. És látszik a Velencei tó katasztrófája, látszik a Balaton időnkénti katasztrófája, a Keszthelyéből bedurranása, hogy a legnagyobb kincsünkkel, a vízünkkel sokkal, de sokkal jobban kellene bánnunk. Sokkal, de sokkal több figyelmet érdekelne a vízmegtartás ott, ahol még lehetséges egyáltalán. És a halastavak felszámolásával a legjobb magyar vízbázisok egyike szűnik meg, mert tartósan mi tudunk 300 millió köbméter vizet itt tartani az országba. Más nem tud. A Balaton van, az összes többi kifolyik az országból. Tehát akkor, amikor a legnagyobb asszályban vagyunk, amikor a fő kérdés, hogy hogy tudunk vizet tartani, akkor nem tudunk a halastavak alá nyúlni. 2 éve próbálkozunk, vagy 3, hogy nemzeti alapból kapjunk támogatást a természet, bármilyen címszó alatt, az nekünk teljesen mindegy, hogy a természeti kárt, ugye ez is egy abszurdum. A legnagyobb természeti érték megőrzői mi vagyunk, a legtöbb korlátozást mi szenvedjünk el, és mi egy fillért nem kapunk érte, ami az előbb már egy kicsit utaltam. Mit csinálnak a többiek? Mert nyilvánvalóan hát nem csak mi jártunk így, a csehek pont így jártak, ugyanígy jártak a románok, úgy jártak a horvátok. Szépen 256 eurót kap minden hektár után. A horvát 348-at vagy 50-et kap ugyanezért a hektárért a cseh, a szlovákoknál most dolgozzák ki a rendszert, a többiek nem kérdések, mert ott már régeségen megoldották. Most mi ezért, ha jól emlékszem a számra, 11 milliárdot kértünk 7 évre, tehát nem egyre, 7 évre, hogy legalább az a 70-80 ezer forint hektáronként meglegyen, ami az alapja annak, hogy a létbiztonsága a halastavaknak meglegyen. 2 éve küzdünk érte, és nem tudjuk elérni. Nyilván nem mi vagyunk a fontosak, de most mondom el, és örülök, hogy ez a hangszalag megmagad. Nagyon-nagyon fogunk sírni, ha halastavaknak a felszámolása megkezdődik, mert én is kiszámoltam, hogyha a 70 hektáros őrsi egyes tavamat felszántanám és beletenném a kukoricát, akkor 10-szer olyan jól járnák, mint ahogy most járok. De én nem tudom elviselni a halastóba a kukorica látványát, vagy akárminek a látványát. Nyilván én ezt nem fogom meglépni. De közel sem mondom azt, hogy a fiam, aki számolni fog, majd közgazdász, az mondta apát, nettó hülyeséget ne csináljunk. Abba hagytuk a marhát, meg a szürke marhát, meg a húsmarhából nem tudtuk a saját önköltségét csak kihozni, már csak a bivaj maradt meg. Abba hagytuk a biokertészetet, mert képtelenség hozzá munkaerőt találni, nem érte meg, hogy csináljuk.
Most abba hagyom a halászkodást is, mi lesz belőlem? Csak egy ilyen járulékvadász, aki azt nézi, hogy hol lehet támogatáshoz jutni. Hát nem szabadna ezt hagyni. Rengeteg érték. A nemzeti parkoknál annyi pénz van. Nem vagyok irigyén egy csöppet, csak látok egy jó pár nemzeti parkot, hogy mire költenek el pénzeket. De hogy minket, akik a legtöbb állatot tartjuk el, a legnagyobb ökoszisztémát tartjuk föl, ennyire semmibe vesznek, azt nem tudom minősíteni. De nyilván ebben benne van az én egyéni fájdalmam, sajnálom azt, ami a halászatban bekövetkezett, hogy az én életemben eltűnt a természetes vízi halászat, most már látjuk a törpehalcsa tömegeket a Balatonon, látjuk a busa föltörése miatti keszeginvázió eltűnését, nincs keszeg, alig lehet a Balatonba keszeget fogni, mert a busa leszűr mindent. A Duna, a Tisza leggyakoribb hala szintén a busa lesz, mert hiányzik a halászat, ami ezt karba tartotta volna. De hagyjuk. Nem hiszem, hogy erre kíváncsi a kedves hallgató, bár így az év végén, de ezek a sirámok, hogy kibuknak az emberből, mert azt látom, hogy a költségvetés szintjén morzsányiak se vagyunk, szóval körön piszok alatti tétel vagyunk, 7 évre 11 milliárd, és ezt nem tudjuk kiharcolni, miközben senki nem utál bennünket. Az év mérlege. Természetesen az intézkedéseket megtettük, ami ahhoz kell. A tavasszal ez már látszott. A teljesen enyhetél miatt a kormoránk át iszonyatos volt, a kormoránk kizabálta a magyar halastavak ivadékkészletének jó a felét. Le is írtam, elmondtuk az Európai Uniós biztosnak, hogy lehessen látni, hogy nem hiába féltünk a tavasztól, még akkor nem láttuk azt, hogy ilyen vízhiányunk lesz. Az is hozzájött még. Hát ugye, ha buk van, akkor legyen legalább kettő. Ami igazán problémás az, hogy az exportot le kellett állítanunk, mert azt mondtuk, ha évekig kampányoltunk azért, hogy több halat fogyasszon a magyar. Ha beleöltük a pénzt a kapilár kampányba, ha beleöltük a pénzt a halpéntekbe, ha akarjuk, hogy többet is egészségesebben táplálkozzon a magyar halból, hogy legalább közelítsünk az uniós 20 kilós átlaghoz, hogy egészségesebb magyar lakosság legyen, akkor most nem lehet az, hogy azért, mert 100 forinttel drágább a román export, most csak adjuk oda, kiviszi a kamion, nem kell vele foglalkozni. Román-lengyel reláció a teljes őszi haltermelésünket egy óra hossza alatt lekötnék. Mert Európában sincs hal, nem csak mi szenvedünk az időjárástól, a csehek meg a lengyelek pontosan úgy szenvednek tőle. Nem annyira fontos a ponty, van itt azért hal bőven a piacon, de karácsonykor egyszer a német is pontyot akar enni, a cseh is pontyot akar enni, a szlovák is, mi is, meg a román is. Nem véletlen, hogy a magyar haltermelés, étkezési haltermelés 30% a karácsonykor fogy el. Tehát mi most azt csináltuk, hogy egy export stoppot csináltunk, nyilván csak felkéréses alapon, és mindenki arra törekszik, hogy a magyar piac maradéktalanul ki legyen szolgálva, hiszen ez a piac többszintű, körülbelül a 15 ezer tonna úgy oszlik meg, hogy 30-30% esik az exportra, körülbelül 30-35% a horgász egyesületek haligénye, hiszen örvendetesen gyarapodó horgásztáborról beszélünk, lassan már 800 ezer kedves honfitársunk horgászik, több pénz van benne, egy hatalmas iparágat tart el a horgászcikipar, csali, etetőanyag, szálláshelyek, csónak, motorok, kikötők, egy hatalmas háttér, turisztikai lehetőség a horgászat, és hála Istennek, hogy ez dinamikusan és szépen fejlődik. Magyarországos Horgász Szövetségről itt is mondom, csak jót tudok most mondani, egy hibátlan szervezetet állítottak föl, ragyogóan működnek, gratulálunk hozzá, és évtizedek óta először, évek óta nekünk is a magyar horgászokkal abszolút partneri és üzleti viszonyunk van, tehát nincs semmiféle sárdobálás egy gyűlölködés, és amikor segíteni kell, lásd, törpehacsafogása a különböző területeken, vagy a busa visszaszorítása, természetesen állunk rendelkezésére a horgász társadalomnak is, hiszen az egészséges halállományhoz nem elég az, hogy horoggal az étvágy alapján szelektáljam a halakat, ahhoz egy kicsivel több kell, azért ez is szakma. Erdőbe se elég az, ha szeretjük az állatokat, az is kell hozzá, hogy legyen vadász, aki ezeket szelektálja, vadásza, észszerűen elossza az állományt, és figyel arra, hogy ne nője ki a természetes közegét, vagy ne vaduljon el bármi, ami nem oda illő, vagy fölrúgja a természeti ökoszisztéma kereklabda voltát. Amit még erről az évről tudni kell, hogy nagyon jó minőségű a hal, hiszen alig tudtunk etetni, egyrészt a kisvizek miatt, másrészt meg azért, mert elképesztő módon fölmentek a takarmányára, nézzünk rá a kenyér árára, és látjuk, hogy mi ugyanazt a buzát etettük, kukoricát, titikárét, árpát, ami egyébként vagy ipari feldolgozásra ment, vagy pedig itthon maradt Magyarországon, és takarmányként vagy gabonaként értékesült. Igen, a hús ágazat rettetes módon meg fogja szenvedni Magyarországon, nem csak mi halászok, a sertés ágazat is. Lesz itt akkor a sertésár két év múlva, hogy akkorát a világ nem látott.
A Baromfi talán tudja magát tartani, hiszen rendkívül gyors a pörgés benne. Nekünk halászoknak az is nagy átkunk még, hogy nekünk egy májusban született habból 2 év múlva lesz pénzünk, annyiból, amennyi addig megmaradt. Addig, amíg 32-36 nap alatt készen van egy broilercséke. Hát gondolja el mindenki, hogy micsoda a különbség, ez hányszor pördül meg a pénz, és hányszor fordul meg, és milyen gyors le vagy fölállni egy ilyen Baromfi influenzás csapásból. Ne adja az Isten, félrejét is ne essék, de mi nem tudunk mit kezdeni egy víz nélküli haltermeléssel, azt nem tudtuk még eddig föltalálni. Még 2 szót kell mondanom arra, hogy mi lesz a karácsonyi választék, bár remélem addig még beszélünk erről. Az intenzív harcsa termelésünknek 2 ága örvendetesen fölment, az a teljesen időjárás független európai harcsa termelés, ami arról szól, hogy sikerült nekünk az Aranypont ZRT-nek egy 4 országos konzorciummal egy Szilgen nevű harcsa programot csinálnunk, azért Szilgen, mert Silurus glanisnak hívják, ami európai szürke harcsánkat, a 100 kilósra megnő óriást. Ma már tudjuk egy nagyon jó módszerrel nevelni őket zárt térbe, tehát nem vagyunk kitéve annak, hogy van víz vagy nincs, hiszen ezekkel a zárt terekbe, épp úgy, mint a broiler csirkét vagy az afrikai harcsát, nagy biztonsággal tudunk minőségi húst előállítani, és akkor, amikor ütemezzük is, és szükségünk van rá. Ennek a termelése nem esett össze az idén, az a 4,5 ezer tonnás termelés előző évekhez hasonlóan megvan ebbe az ágazatba is, és ezt mindenképpen jónak tartjuk, hiszen a piac leginkább a feldolgozó terméket igényli. Beléptek új feldolgozók, és sokkal több feldolgozott termék lesz a piacon már, mint volt, hiszen ma már a kedves vevő nem 3 kilós pontyot keres, hanem 5 szelet pontyot, 3 szelet harcsát, 2 szelet csüllőt hozzá, hogy legyen egy szép karácsonyi asztal, és ennek tudomásul kell vennünk, hogy utána kell mennünk a feldolgozottsággal, annak az igénynek, amit a piac támaszt velünk szemben, mert más élelmiszereknél is megkapta ezt. Ebbe voltak remagadásaink, lassan hozzuk be most már ezt is. Ami a jövőt illeti, szép bőséges teret tessenek kívánni nekünk, kemény fagyokkal és jó nagy hóval, hogy végre egyszer már megteljed a föld is vízzel, végre túlfolyom már egyszer a szántókról, mezőkről, rétekről a víz, eljusson a halastavakig, és végre egyszer nyugtunk legyen a kormorántól, hiszen a tél elmúltával, hiszen már nincsenek kontinentális telek Magyarországon, tavaly 16 napig volt jégborítás. Ha egy tisztességes jeget kapnánk, és a halak végre egyszer már évek után nyugodtan pihenhetnének és telehetnének ki nagyobb veszteségek nélkül, akkor lenne esélyünk arra a víz megjöttével, a kormorán kiküszöbölésével arra, hogy legalább egy jó évet tudjunk kezdeni. Én már csak azt nézem és abba bízom, hogy ez be fog nekünk jönni és sikerülni fog, és én hát kívánom azt, hogy mi karácsonyig, ha beszélgetünk is. Előzetesben azért hadd mondjak valamit kedves hallgatóinknak, nézőinknek, akik látnak bennünket. Egy hónapig a halnak semmi baja nincs a méhhűtőbe se. Tessék előre beszerezni a halat, ne hagyjuk 22-ére, az egy hónapos, most nyugodtan kimehetünk, válogathatunk a legkülönbözőbb haltermékek között. Tegyük be szépen a vákumzacskóba, vagy csak simán egy fóliazacskóba, tegyük el a méhhűtőbe. Ne 22-én akarjunk halat vásárolni, amikor rohanás van, kapkodás. A halhoz az kell, hogy az ember jó szívvel körülnézhessen, láthassa, akár rákérdezzen jó receptre, vagy vigyen egy receptfüzet, és tegye el a hűtőbe, hogy ezzel erről már le van a gond karácsonyra, ezt már csak meg kell főzni majd apának, mert nyilván halat a férfiak főznek, remélem, hogy másoknál is így van. És hát most még nem kívánnak boldog karácsony, bízva abba, hogy főszerkesztő úr még egyszer azért megkérdez előtte karácsony előtt bennünket, de hát addig is, aki megteheti, az gondolkodjon előre, és tegye el a halát a hűtőbe. Hát én nagyon szép hetet kívánok mindenkinek az elkövetkezendőkben, áldott boldog adventi ünnepeket kívánok, és hát nagyon bízom abba, hogy következő időszak, a lehalászás vége és a következő időszak kilátásai sokkal szebbek lesznek annál a negatív, rossz tirádán, amit most kénytelen voltam ezen a ködös hajnalon elmondani. De hát ez csak addig tart, amíg itt vagyunk, mert ha kimegyek és látom, hogy pörög le az aranylevél a nyírfákról, meg a hálótelepon hallal, akkor majd azért elmúlik ez a rossz érzése nekem is, de ezt most el kellett mondanom, hogy az is velem érezzen, aki nem érti, hogy mi a fenélet ilyen drága hal. Közel nem fedezi semmiféle költségünket az áremelkedés, ezt higgyék el úgy, ahogy mondom, és ahogy önök is tapasztalják, kedves nézőink, hogy ha ahova tetszik nézni, az autógumitól a tankolásig, a kenyértől a zöldségig, az ára mindennek fölfelé megy, nem magyar tendencia, világjelenség. Ez a válság, az iszonyú mennyiségű pénz, ami a piacon van, el kell, hogy inflálódjon. Hát ennek vagyunk most tanúi. Boldog, békés hetet kívánunk, és adventet mindenkinek.